természettudományos és műszaki pályát végzettek számának növelése volt a nyíregyházi MTMI élményközpont fő célja az elmúlt években. A megvalósítás biztosító projekt ugyan a napokban lezárul, azonban a létesítmény a folytatásban is segíteni a köznevelésben a természettudományos tárgyak oktatását, különféle programok, foglalkozások szervezésével, és a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban maga a projektmenedzser Tumpek András. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást! No, nem ússza meg a kérdést, mik voltak a tapasztalatok, lezárult a projekt? A napokban zárul le, és a három év az tényleg tapasztalatokban gazdag volt, azt kell, tehát hogy ezt megállapíthatjuk. Maga a fő célpont, a fő szempont, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek átadását könnyítsük, ez mindenképpen megvalósult, ezt állíthatjuk bizton. Számos indikátor, számos jelző van arra, hogy mind a diákok, mind a szülők és mind a pedagógusok jól fogadták az élményközpont megalapítását itt Nyíregyházán, és reményeink szerint, mint ahogyan is elmondta, reményeink szerint ez a jövőben is működni fog, és így tudunk tovább dolgozni. Arról vannak adatok, hogy hány diákot vontak be? A diákok, a bevont diákok száma most a 7000 körül jár, és még reményeink szerint még ez az elkövetkezendő napokban alkalmazkodva a pandémiás helyzetben online versenyeket szerveztünk, tehát a bevont diákok száma még tovább fog növekedni a következő napokban, de egy 8000 körüli diák számmal számolunk, az visszatekintve a három évre. És a tanárok? Ők hányan voltak, akik benne részt vettek ebben a projektben? Ezt szét kell bontanunk ezt a kérdésre, nagyon sok tanár a Nyíregyházi Egyetem tapasztalt pedagógusai dolgoztak az élményközpont oktatási programjának a kidolgozásán, illetve számos tanár is vett részt magában az oktatásban, nem is beszélve azokra a tanárokra, akik az érintett iskolákban másodkézből, de szintén ők is részesültek az élményközpont által nyújtott képzésekből, hiszen az ő tantárgyaiknak a tanítását könnyítettük meg. Az, hogy körülbelül 8000 diákot vontak be, ez azt jelenti, hogy ők egyébként mondjuk egyetlen egyszer részesültek ebben az élményben, vagy itt azért egy ilyen többszöri történetről van szó, folyamatosságról, egy rendszerességről? Is a válaszom, mert hogy több foglalkozási formát is meg kell különböztetnünk, voltak rendesen órák, mondjuk így, voltak nyári táborok, voltak klubfoglalkozások, tanulmányi versenyek, és volt olyan diák, amelyik többen is sikerült részvenni, volt, aki csak egy-egy alkalmon, de a képzési program is úgy lett kidolgozva, hogy azok a diákok, akik valamilyen okból nem tudnak részt venni több képzésen, őket sérje hátrány. Az órák jellemzően egy önálló blokkot képeztek, és bár volt köztük kapcsolódási pont, volt áthallás, egy-egy óra teljes értékű volt úgy is, ha csak a diák azon az egyen tudott részt venni. Ugye szoktunk beszélni hátránykompenzációról ezen projekt keretében, és ön is említette a hátrány szót. Mit kell ez alatt érteni? A hátránykompenzációt azt értjük, hogy ez több szempontból is meg lehet vizsgálni ezt a kérdést, hiszen a természettudományos és a műszaki ismeretek, legyünk őszintén, nem feltétlenül a kedvencei a diákoknak, és azt is megállapíthatjuk, hogy a természettudományos ismeretek átadása egy köznevelési intézményben nem feltétlenül mindig élményszerű, hiszen egy tankönyvből tanulmányozunk a természet törvényeit vagy a fizika törvényeit, és egy élményközpont pont ezt a hátrányt próbálja leküzdeni azzal, hogy kézzelfoghatóvá, élményszerűvé teszi az oktatást. Arról nem is beszélve, hogy az élményközpontnak egy nagyon modern eszközparkja van, és esetleg egy hátrányosabb helyzetű térségből vagy egy iskolából származó diáknak lehetősége nyílik olyan eszközök használatára is, amely esetleg az iskolának nem áll rendelkezésére. Említette, hogy azért számtalan jelző, illetve indikátor áll rendelkezésükre a tekintetben, hogy megállapítsák, mennyire volt eredményes ez a program. Na hát akkor mik voltak ezek a jelzők, indikátorok? Mi az, amit vizsgáltak? Folyamatosan visszajelzéseket kértünk és kaptunk a diákoktól is, és a tanároktól is, hogy mik a véleményük az élményközpont munkájáról. De én azt szoktam mondani, hogy az egyik legjobb indikátor az, hogy amikor nyári tábort szerveztük, akkor a létszámfeltöltéssel nem volt semmi gond, pedig legyünk őszinték, egy biológia, egy fizika vagy egy kémiával foglalkozó nyári táborra az ember nem feltétlenül mondaná, hogy ez népszerű lesz a gyerekek körében, de az volt. És úgy érezzük, hogy ezek az indikátorok, amikor a gyerekek önként jönnek egy nyári táborba és tanulnak fizikát vagy biológiát, szerintünk ez egy olyan indikátor, amit nem nagyon lehet felülmúlni. Ez a felső oktatásban, mert gondolom ez a célja, ez mikor jelentkezhet? Mikor jelentkezhetnek ezek az eredmények? A pályázatnak célja, hogy növelje azon diákok számát, akik valamelyik természettudományos vagy műszaki tárgyat választják érettségi tantárgyuknak. A pandémiás helyzet ugyan felülbírálhatta ezt egy kicsit a diákoknak a döntését, de utánkövetéssel mi is azt reméljük és bízunk abban, hogy valóban többet fogják választani majd érettségi tárgyként, vagy esetleg további felsőoktatási tanulmányokban a természettudományos tárgyakat.
A több egyébként az mit jelent? Mennyivel lennének elégedettek akár? Ez ilyen igen. Nehéz kérdés? Hát egyáltalán nem, mert szerintem a jelenleg akár egy pár százaléknyi eredmény, javulás is mindenképpen eredményként könyvelhető el, hiszen a kémia, a fizika, a biológia az általában nem tartozik a kedvenc tárgyak közé, vagy a kedvenc érettségi tárgyak közé, és hogyha valamennyi pár százaléknyi javulást is elérünk akár, mi azt már sikerként fogjuk elkönyvelni. Már másodjára említi, hogy nem tartozik a kedvenc tantárgyak közé, de miért nem? Ennyire nehéz a természettudományos tantárgyak, ennyire nehezek? Igen, ez gondolom én, hogy nem tartozik a kedvenc tantárgyak közé, bár nyilván van olyan diák, akinek meg azért oda tartozik. Gondolom, különbség lehet, bocsánat, csak igen. Különbség lehet a között, hogy mondjuk csillagó szemmel nézi a diák ezeket a kísérleteket, de hát sajnos a képleteket pedig már nem érti. Nem is kell, hogy értse, hiszen nem képletekkel foglalkozunk, hanem kísérletekkel, és a szakmai vagy az elméleti hátteret azt a köznevelési intézmények megadják, illetve a tanáraink is persze fordítottak rá figyelmet, hogy a szakmai, a szükséges háttér meglegyen hozzá, de inkább csillogó szemű kísérletező gyerekek voltak, nem pedig képletekkel bajlódó gyerekek. Az, hogy a kísérletek végén ezt papírformába öntötték és jegyzőkönyvet vezettek, az nyilván megkövetel némi háttérismeretet is, de ezt a tanárok is megadták. Arról nem is beszél, hogy a hátránykompenzációt is tetten érhető volt, hogy csoportokban dolgoztak a gyerekek, és igyekeztek úgy összeválogatni ezeket a két-három fős csoportokat, hogy legyen köztük olyan is, aki jártas egy adott tárgyban, és olyan is, aki kevésbé jártas, és a végeredmény három csillogó szemű gyerek volt. És olyan végeredmény nem lehet, hogy most akkor tekintsünk el attól, hogy a felsőoktatásba való jelentkezés, de mondjuk jobb eredményei voltak aznak az adott diáknak abból az adott tantárgyból. Igen, reméljük, hogy így lesz. Ez megint az utánkövetés része. Az ezzel kapcsolatos adatok még feldolgozásra várnak. Mi hisszük, hogy pozitív eredménnyel fogunk zárni ebben a tekintetben is. Na nézzük még akkor a folytatás. Mi egyébként a folytatás? Lesz-e folytatás? Mindenképpen. A pályázat előírása a 3 év való fenntartás és a 3 év alatt tanulmányi versenyek szervezése, tehát az élményközpont, hogy úgy mondjam, nem fog parlagon heverni, továbbra is nyitott lesz tanulmányi versenyekre, és reméljük, hogy a pandémiás helyzet normalizálódásával személyes jelenléttel is tudnánk tanulmányi versenyeket szervezni, mi erre vagyunk nyitottak, erre készülünk, illetve már most is van megkeresés, és nyitottak is vagyunk ezekre, hogy az élményközpont mint szolgáltatóként a természettudományos ismeretek oktatását segítő szereplőként lépjen fel. Van rá igény, akkor gondolom ez az iskolák részéről jelentkezik ez az igény, igen, ugye? Igen. Az iskolák mit jeleztek vissza egyébként? Az iskolák azt jelezték vissza, hogy köszönjük szépen, hogy ott lehettek, és felmerült kérdésként az, hogy később ugyanígy informális keretek közt ki tudnánk egészíteni a köznevelésben folyó természettudományos képzést, akár úgy, hogy diákok jönnek oda és kísérleteznek. Ez egyébként manapság nagy probléma, hogy a természettudományos tantárgyakat órán nem tudják megszerettetni, ez általános probléma? Nem képesek mondjuk éppen azért, mert hogy nincs megfelelő eszköz. Szerint, a tapasztalata? Szerintem maga az, hogy nincs megfelelő eszköz, ami miatt esetleg hátrány, vagy ami miatt kérdésessé lehet a természettudományos ismeretek oktatása. Nem gondolom azt, hogy a közlelésben természettudományos tárgyat tanító pedagógusok nem tesznek meg mindent, lefelé a lehetőségeik korlátozottak, és ahogy az előbb is említettem, teljesen más arról beszélgetni, hogy mennyi a C-vitamin tartalma egyes déli gyümölcsöknek, vagy pedig egy mikroszkóp mellett ezt kimutatni, és úgy magunktól rájönni, hogy mennyi a C-vitamin tartalma. Én azt hiszem, hogy az élményközpont itt tud igazán fontos lenni, és itt tud segíteni a köznevelésben folyó munkát. Azok a tanárok, akik részt vettek ebben a projektben, gondolom azért ők is gazdagodhattak. Nem? Egyfajta újfajta módszertant is ki kellett dolgozniuk? Igen. Igen, és erre kutatások is épülnek most már az élményközpont kapcsán, hogy a kidolgozott tantervi program, amely még 3 évvel ezelőtt készült el a pályázat elején, és az tartalmazott élménypedagógiai elemeket, az a való életben hogy tudott megvalósulni, ez a program mennyire állta meg a helyét, erre készülnek tanulmányok, a Nyíregyházi Egyetem pedagógusai és oktatás módszertannal foglalkozó szakemberei ezzel foglalkoznak, és remélhetőleg olyan tapasztalatokat fognak tudni begyűjteni, amely később a tanárképzésben is felhasználható lesz. És akik meg pedig konkrétan részt vettek ebben a projektben, kidolgoztak egy módszertan, de mondjuk a projekt akkor az lezárul, a következőkben ezeket a módszertanokat
felhasználhatják az úgymondom a hétköznapi oktatásban is. Pontosan, hiszen kaptak egy csomagot az élményközpontban a tanárok is, ők is előrébb lettek, nem csak a saját munkájukban, hanem láthatták a többi kollégát is, hiszen az élményközpontban amúgy 4 különböző helyszínen folyt egyszerre oktatás, akarva akaratlanul is belekóstolhattak egymás munkájába, vagy láthatták egymás munkájának az eredményét, és szerintem egy olyan csomagot kapott minden tanár, amit hogyha visszavisz majd az anya intézményébe, a saját iskolájába, ő azt a saját munkájában szerintem jól fogja tudni hasznosítani. Összességében beszélgetésünk végén elégedettek az eredménnyel, az elmúlt évek eredményeivel? Mindenképpen elégedettek vagyunk. Amivel nem vagyunk elégedettek, de szerintem ez nem csak a mi intézményünkre mondható, nem csak az élmény központra, hanem a pandémiás helyzetre való tekintettel nem tudtuk tovább folytatni a személyes jelenlétet igénylő órákat, és át kellett állnunk egy digitális működésre, mint jellemzően a köznevelési intézményeknek. Ezt nagyon sajnáljuk, de ez egy rajtunk kívülálló esemény volt, ezen nem tudtunk segíteni. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.